A róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az. Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyullal. Na még ilyet sem láttam életemben, mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant. E, Enny, veszett horta embere, hogy mersz te rajtam kacagni? Rivallott rá a medve. Na azért meglakolsz, te henestül együtt megeszlek. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott, s nagyon kérte a medvét, hogy legalább estig ne egye meg, addig felszántja a földjét, szegény háza népe, hogy ne maradjon kenyér nélkül. No hát, estig nem bántalak, de akkor megeszlek. Azzal a medve elment dolgára, a szegény ember pedig búsan szántogatott. Dél felé oda vetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember búsul. Kérdezte tőle, mi baja. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével. Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok én segíteni. Semmi bajos se lesz, magad is megmaradsz, a teheneid is, s még a medve bőre is a tied lesz. De mit fizetsz, ha megsegítlek? A szegény ember nem tudta, mit ígérjen, mert nem igen volt miből. Végre kilenc tyúkban s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, honnan teremtse ki, de mégis megígérte. No most már, szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejön, én elbúvok a bokorba és kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te belebújtatod a szenes zsákba, s megmondod neki, hogy meg nem mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban. Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, és azt mondom, vágd abba a csúcsba a fejszédet. Te úgy vágott fejbe a medvét, hogy mindjárt szörnyet hal. A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórul járt, s a szegény ember megszabadult tehenestől. Nem megmondtam, hogy így lesz, mondá a róka. Tanuld meg ebből, hogy többet észszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek hanem holnap elmegyek hozzád a kilenc tyúkért és az egy kakasért. Jó kövérek legyenek. Otthon légy, mert különben megkeserülöd. A szegény ember szekére vette a medvét, vígant tért haza. Otthon jó vacsorát kapott, jól aludt rája, s nem sokat félt a rókától, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatta az ajtót a róka, és kérte a kilenc tyúkot és az egy kakast. Mindjárt, komám, mindjárt, csak felöltözöm, mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, és elkezdett a szájával csaholni. – Te szegény ember, mit tesz úgy? Talán csak nem kopó? – Bizony, komám, kopó az, mégpedig két kopó. Itt aludtak az ágy alatt, nem tudom honnan kerültek ide. Megérezték a szagodat, ki akarnak rohanni, alig tudom már tartani őket. Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is. Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt ungomberken. Nagyot kacagott rajta, s még talán most is kacag, ha meg nem halt.